Most itt van, srácok, a Galactic Civilization, ez az, amit most meg fogunk nézni, és hát erről azt kell tudnotok, hogyha már tavaly évelején is lett volna ilyen Epic ingyenjáték próbálkozásom, hogy megnézem a játékokat, akkor már tavaly is megnézhettem volna, mert ezt, ha jól emlékszem, január 28-áig lehetett begyűjteni 2021-ben, szóval ha már ez a library-tekben van, akkor ez nagy valószínűséggel ezért történt, mert hogy ezt már adta korábban az Epic. A Galactic Civilization legújabb része, a 4, az jelenleg alfa verzióban van. Tudok nektek ezzel kapcsolatban mutatni valamit? Talán igen. Talán tudok nektek ezzel kapcsolatban mutatni valamit. Indokolatlan halálszámláló. Már is megmagyaróztuk. Köszi szépen teki a 9 hónapot. Szóval itt van nekünk ez a Galactic Civilization 4. Látjátok, alfa hozzáférés van hozzá. Ez egy őskövület ez a széria. Az első Galactic Civilization-t 1993-ba csinálta egyetlen egy darab fejlesztő, és 2006-ba kapta meg a folytatását, a második részt. Az első rész egyébként még csak nem is Windows-ra jelent meg. Wow. Ez a rész, amit pedig nézni fogunk, ez pedig 2015-ös. Akik szeretik ezt a stílust és azt a szériát, a legtöbben várták és szeretik. De nem érzik azt, hogy olyan nagyon megújult volna. Olyan, mintha csak a kettő kapott volna valami kis upgrade-et. A játék stílusa egyébként a 4X-es, tehát hogy ez ilyen űr 4X játék, menni kell, foglalni kell, mint egy Civilization játék, egy kis kockákba. Nem az én stílusom. Nem az én stílusom, de megnézzük. Úgyhogy már kapom is elő, és már indítom is a játszit. Köszi szépen, Teki, még egyszer a 9 hónap támogatásodat. A játékhoz egyébként nincsen magyar nyelv. You claim humanity causes the destruction of the galaxy. És intro felirat sincs. Neked már megvolt, Owen? Ravaged. I don't see how we could be the great threat in the universe. There is a crusade coming. A crusade led by humans. And with it, the end of all things. Szia Tango, szia Kunaya, üdv mindenkinek, srácok, ha ho ha ho. Hatalmas űrcsaták. Menők ezek a szetek. Ilyen Destiny-s vibe elkapott. Galactic Civilization 3. Választhatunk, hogy tutorial, kampány, Civilization Builder, Ship Designer, vagy multiplayer, esetleg Quick Start módot nyomjunk. Hát először is megmutatom nektek a beállításokat. Ezek azok. Ezek már a beállítások.
intro skippelés, notification-ak, screenshot format. Ilyeneket lehet itt állítgatni, srácok. PNG volt, úgyhogy arra vissza is megyünk. Modokat be lehet kapcsolni. Amit itt még láttam és érdekes volt számomra az az, hogy be lehet kapcsolni a Shadowplay-t. Meg az AMD Raptort. Szerintem AMD Raptor már nincs is egyébként. De hogy ilyet is be lehet nyomni. Hát ez ilyen menő 2015-ös játék, hogy a Shadowplay-jel is együtt működni. Csak mondom. Nézzük meg a tutoriált. Most lehet csúnyát fogok mondani, de megnézzük a tutorialt, azt lehet, hogy annyi elég is volt a játékban. Backup plan. Igen, elküldtek minket egy távoli világba azzal a céllal, hogy építsünk egy kolóniát. Oké. Okay. Fel kell vennünk majd a harcot az ellenséges erőkkel. Terran Resistance-szal fogunk játszani, az ellenségeink pedig a Slime Swarm, meg a Drenging Empire, illetve a kalózok. Itt vannak a feladatok. Már rögtön látjuk a feladatot. Ha? Amúgy ez elég király. Random difficulty-n el lehet indítani a játékot. Godlike, incredible, genius, gifted, normal. Azért vannak nehézségek. Mert a normál. Ma valószínűleg is el fognak minket fenekelni. Imperium Galactica 2 nosztalgi érzés van. A szemvágom milyen. Én kevés stratégiai játékkal játszottam annó. Age of Op. Stronghold. Kozax. Ja. Ő itt Marcus Corey. Micsoda arca van. Zsizseg a szakáll le egy kicsit nálam. Ő fog nekünk segíteni. Nézzük meg a planétát, mutasd. Ott a citadellünk, igen. Biztos, tehát veszegény? Hát... Az űrbe elég kellemetlen lenne. Menedzselni a kolóniáinkat könnyű, azt mondja. Rá lehet dupla klikkelni. Lehet rásoltatni projekteket, hogyha... vagy improvementeket, hogyha már megvan a kellő resource. Ahogy egyébként a 4X-ekben ezt már megszoktuk. 99-es csoda játék, akkor még élveztem, mert nem volt nagy választék gémelni, ma már nem játszok nagyon ilyenekkel. Uh-huh. Hát igen, régebben kevés volt a választék, és amivel játszottunk, azt jól megtoltuk. Korál, artifakt, ott olyan vinteres a bolygó, mivel megyünk. Ez valószínűleg amúgy a térkép, nem? Tehát csak ennyit fedeztünk fel. Ennyit fedeztünk fel, és ott van valaki. Meg ott is van valaki. Meg ott is van valaki. De ez már a pálya nem. Ja, sokkal nagyobb a pálya. Jól van. Akkor... hülyeséget mondtam, srácok. Oké. Okay. Valószínűleg ekkora egyébként. Valószínűleg amúgy ekkora a pálya. És mi ennyit látunk? És amúgy tetszik, ahogy így mozgatom a kamerát, úgy mozog vele az univerzum is egyébként. Na nézzük. Tehát azt mondták, hogy elég csak ide klikkelni egyet. Klassz 16-osok vagyunk. Shipyardot érdemes felhúzni. Aha.
shipyardból tudunk hajókat építetni. Azt is lehet neki mondani, hogy azt építek, amit akarok. Ha-hó. Hát nem is tudom. Ja, mert hogy ugyan ez nem az első kolóniám. Hát legyen ez a shipyard. Legyen ez a shipyard, építsünk hajókat. Igen, ez nagyon jó lesz nekünk. Aha. Ship construction boostolás. Starports factory. Na nézzük, tehát... Tehát most valami olyan fejlesztést fogunk csinálni, amitől a hajók gyorsabban el fognak készülni. Tehát planetary improvement-ben kell egy ship construction-ös cucc. Hát, ez biztos, hogy a tutoriál? Ez biztos, hogy a tutoriál, srácok? Uh-huh. Megmondom őszintén... Nem látom, hogy mit kéne csinálni. Hát konkrétan elvesztem. Pedig ez a tutoriál. Jó, úgy érzem, el leszünk ezzel a játékkal. Ezért félek egyébként a régi játékoktól, meg a tutoriáljaiktól, mert hogy... Akkor mi? Azt hinnéd, segítünk. Segítettek, hogyha odajátok. Itt láthatjuk a teljes civilizációnkat. Lehet menedzselni a prioritásokat, illetve civilizáció szerte parancsokat osztogathatunk a kolóniánknak, illetve a flottánknak. Vezetőket lehet osztogatni itt szét. Kereskedelmi útvonalak. Itt a timeline, ki hogyan, miben, mennyire fejlődött. És a kommandoknál tudjuk utasítani, hogy mi az, amit kéne építeni, és, mi a, és láthatjuk, hogy mi az, ami éppen épül. Jó. Köszönöm szépen, hát ez most nagyon szuper, hogy, ezt így tudom. Első vagyok. Ez már egyébként jelent valamit, srácok. Január 1-e van. 2242. január 1-je van, az emberek 51%-a 51%-os boldogságban. Ezt talán amúgy nem látjátok a fejem miatt, de ott van. Jó. Tehát, akkor még egyszer. Azt mondja, hogy kellene nekünk fejlesztés. Shipyard. Most fogjuk megépíteni a shipyardot. Most éppen épül? Ott van, Q-ba van.
Juba van, és le is lehet cancel-alni. Mibe kerül nekem, hogyha odanyomom azt, hogy build? Látszólag semmibe nem került. Hát ez nem lehet, hogy ingyen van. Jó. Space Elevator, Starport, Helios Ore Extractor, Computer Core és a Central Bank. Oké, mit akar tőlünk a játék? Technológia. Na, talán ez az, ami nekünk kell. Nem, valószínűleg nem ez kell nekünk. Ha, négy fajta, mint hogy négy kategóriájú technológia van. És itt is vannak ilyen korszakok egyébként, srácok. Ezekkel állokolunk épületeket például, mint inkább építményeket, ahogy látom. Szevasz, kis Grozer. Moves plusz egy. Értem. Research per turn. Tehát körönként 7 researchot kapunk, ami nem tudom, hogy jó egyáltalán nekünk. Milyen technológiát szeretnénk kikutatni? Hát amúgy nekünk valami olyasmiről beszéltek, ami valószínűleg nem itt van, hogy gyorsabban tudjunk hajókat gyártani. Itt vannak a korszakok. Age of Expansion, Age of War és Age of Escansion, vagy valami ilyesmi az a szó, amit mondani kell. Universal Translator. Tegnap megörültem, hogy végre utolértelek a DS-ben, erre már 2 DLC volt fent van. És képzeld, hogy végeztünk is azzal a DLC-vel, úgyhogy holnap már a második DLC-be fogunk belekezdeni, kis Grozer. De milyen karakterrel csapatod? Hát nem tudom, legyen ez. Hiperűr projekt. Azt szeretném kérni. Lehet kérni? Dupla klik? A dupla klik az úgy néz ki, hogy bevált. És ott látjuk, hogy a shipyard 5 kör múlva elkészül. És itt véget vethetünk a körnek. Véget akarunk vetni a körnek? Nem hiszem. Lehetne barátkozni, meg lehet tudni, hogy ki az, akit féljünk, ugye? Bejövő üzenetek, diplomácia, ilyen barátság, mármint, hogy közömbös, és a piros az pedig az, hogy ellenséges. Ja, és jobb oldalt látszódik, hogy éppen ki hogy áll a dolgokhoz, meg ki hanyadik, meg milyen ideológiát val. Mennyi pénze van, milyen befolyása van. Ott van a Schlina, meg a Drengin Empire, és valahol még itt vannak a kalózok is, srácok, de én nem látom, hogy őket hol kell keresni. Valahol vannak kalózok, és higgyétek el, nem kamuzom. Hát ők amúgy nem fették fel magukat. A kalózok nem fették fel magukat. Report. Ja, azt hittem be lehet reportolni a botokat. Jó. Még valamire nyomjunk rá, hát ha azt se fogjuk megérteni. Nem.
Nem ez kell nekünk. Auto upgrade, az teljesen jó. Át lehet nevezni a planétát. Robi Lee a kormányzó, ha minden igaz nálunk. Hát ez valahol a feladatok. Victory státusz. Build new improvement. Na hát az improvementeket azokat még nem fedeztük fel, hogy hol vannak. Van itt egy nem kolonizált planéta, ez a Winteres. Ez azt mondja, hogy ez egy klassz 10-es bolygó, ami jó. Ez pedig egy kiváló bolygó, ahol éppen vagyunk, és azon Helios Or. Van itt pedig Tullium. Próbálok felfogni, mi történik, de vacsizok tovább, és csak nézem. Jó étvágyat, Taki. Hát én meg próbálom felfogni, hogy... Mármint, hogy próbálom megérteni, hogy hogyan kell úgy játszani egy 4X játékkal, hogy amúgy nem... nem szívem csücske ez a zsáner, nem értek hozzá annyira, és mert régi játékról van szó, a tutorial is olyan, hogy eléd vág egy lexikont, azt olvass el. Hát, hogy ez a gond egyébként egy régi 4X játékkal, vagy egyébként egy régi játékkal is. Ebben nincs magyar felirat? Az a legkevesebb gondom most jelenleg, hogy van-e magyar felirat benne. Amúgy nincsen, Zakika, nincs magyar felirat, nincs alapból magyar felirat, és még csak honosítás sincsen hozzá. Jó, tehát azt legalább meg tudtuk nézni, hogy mi kell ahhoz, hogy megcsináljuk a missziót. Improvement. Build new improvement. Nem tudom, srácok. Én bízom abba. Itt vannak ilyen action-ök, amiket nézek. Hogy manufacturing, vagy hogy kell ezt mondani, research, wealth, de nincs az, amit én keresek. Ja, szóval ez a planétánk, és ide tudunk építkezni. Tehát akkor még tehát new improvement, new technology az meg lesz, de az improvementeket egyszerűen nem látom sehol. De valószínűleg amúgy itt kell megkeresni, mert itt beszélt róla a játék. Nem, ezek szerint nem. Ez egy research lesz, amit látok. Elérhető akcióit, ezek az elérhető akciók. Computer core. Bang. Extraktor. Ott van a Heliosor. Csináljunk rá egy extraktort. Mit szóltok? Ja, hogy az van, és tudom upgrade-elni. Aha, tehát ezek vannak itt. Space Elevator. Lehetne mondjuk ott. Aid Research, aha. Starport, ez meg majd... na, srácok, megtaláltam. Nem, köszönöm. Később. De kérek, később. Adri kérdezte, hogy kérek-e vacsorát. Szóval megtaláltam, itt van, ez az a Starport, ami kell nekünk. Taki, köszön neked, meg gondolom most még sokan mások fognak. Hello! Sziasztok, hello! 5 perc keresgélés után, miután már kértem, hogy meglegyen a shipyard, végre megtaláltam, hogy hol lehet azt az improvementet megcsinálni. Itt van, srácok, ez az, ezt kerestük. Jó.
Én kitartó vagyok, srácok. Legalább egy óráig kitartó vagyok. Úgyhogy, hát most nem mondja nekünk azt a játék, de törn. A következő körbe léptünk. Csak egy hajónk van, de legalább az nagyon hasznos. És el kell küldeni, hogy felfedezzünk dolgokat. Van egy artifakt, ami nagyon ígéretesnek tűnik. Jó. Ez nagyon szuper. A 4X-ekben így mozognak az egységek. És volt egy nagyon menő animáció, amikor odaért a hajó ahhoz az artifakthoz. Jó. Na. TRS Survey M0 kötőjele együtt úgy hívják. Közben előjöttek az objektívek. Amikre egyébként rá lehet klikkelni, de nem csinál semmit. Ez jó. Itt látjuk azt, hogy egy kör már eltelt abból, hogy megépüljön a shipyard. Jó. Hát akkor elküldjük az artifakthoz a hajónkat. Úristen, very big, titokzatos objektum. Az univerzum titkai itt vannak előttünk. Minden titok fel fogja fedni magát. Felfedeztünk valami nagyon értékeset. Hát ez nagyon értékes dolog lehet biztos. Lehet utasítgatni a hajókat, hogy kutakodjon. Tehát lehet automatizálni a hajókat. Egészen addig járja az utat a hajónk, ameddig nem talál egy hasonló anomáliát. Ez nagyon szuper. Ancient Riches. Ez az, amit megtaláltunk. Kaptunk 220,2 treasury-t, illetve 5 XP-t. Na, az nagyon jó. Azt gondolom, nagyon jó. 2000 treasury-nk volt, és most kaptunk 220,2-t. Az XP az nem tudom, hogy hol látszódik. Szóval, egy turn az egy hetet jelent, mert itt a kamerát, hogyha elrejtem és mutatok nektek az egérrel, meg aki nézi a streamet és a Tobii Eye Tracker be van kapcsolva, akkor láthatja, hogy oda nézek föntre. Tehát, hogy egy hét, egy turn, mármint, hogy egy turn, egy hét. Oké, hát nem tudom, hogy az XP-t azt hol kell keresni, azt már látom, hogy itt van a HP-nk, ami hitpont. Egyébként. Van ahol health point, van ahol pedig hit point, úristen. Hát nagyon érzékeny az irány gombokra a játék. Egy picit megnyomtam, azt kicsúsztam az univerzumban. Tehát ott vagyunk. És én szeretném arra utasítani, hogy keresgéljél nekem anomáliákat. Azt mondta neki, hogy még egyet tud lépni. Hát akkor miért nem megy és keres? Hát azt mondja, hogy ha menjön az est, akkor keresi az anomáliát, de nem csinál semmit. X? Akkor biztos majd csinálni fog valamit, hogyha véget vetek a körnek. Jó. Durantium, az is van. Technológia, research, hogy állunk ezzel? Hol láthatunk ilyet, hogy állunk a research-el? Hát, srácok, gőzöm sincs, hogy hol látom azt, hogy éppen hogy áll a researchünk, de most már egyel több researchot kapunk körönként, úgyhogy ez biztos nagyon jó. Hát, végül is ott jelez valamit, hogy 4 kör van hátra, de itt talán ez. Lehet, hogy ez az, ami segít nekünk, hogy 4 kör. Jó, legyen így, akkor lehet, hogyha váltok, akkor... Félbe lehet hagyni egy kutatást, és bele lehet kezdeni egy másikba, és akkor a progress megmarad. Értem, tehát akkor azért van ez így, hogy 4. Érdekes. Érdekes. Jó. Hát akkor nyomok egy tabot, srácok, hogy a következő kör jöjjön, és így
elindult felfedezni a hajónk. Január 15-e lett közben, eltelt egy hét, és már csak 3 kör van hátra ebből az Artificial Gravity-ből. Még egy nap, és akkor ott lesz egy anomália. Van egy fekete lyuk a közelemben. Azért kezdek félve bele milyen játékokba, mert nálam hetek kérdése, mire megismerem, mi mire jó. Nem szeretek össze-vissza kattintgatni. Hát figyelj, Konaja. Lehet, hogy ez a játék most elrettent téged, illetve titeket attól, hogy egyáltalán belekezdjetek, de abban határozottan biztos vagyok, hogyha ti el szeretnétek kezdeni egy 4X játékkal játszani, akkor lehet, hogy nem ezzel kell kezdeni, még akkor is, akkor se, hogyha ez ingyenes. Ez talán azoknak jó, akik már régóta szeretik a műfajt, mindig is a Galactic Civilization volt a kedvencük, és jól mondta a nevét egyáltalán? De, jól mondtam. Gyakorlatilag úgy születtek, hogy benne van itt a tudás, hogy hogyan kell a 4X játékokat játszani. Ezek a játékok tipik olyanok, amiket nehéz elkezdeni, de utólag minden összeáll. Igen, egyrészt igen, másrészt azért egy mai 4X játékban, például egy Humankind-ban, ami tavaly évelején jelent meg, abban azért van tutoriál, és azért azt egy kicsit könnyebb elkezdeni, még akkor se, hogyha az nem feltétlenül az űrről szól már akár rögtön. Aztán van benne űrtechnológia, de nem ennyire űrjáték, nem űr 4X a Humankind. Talán az egyébként sokkal barátibb imai fejjel mindenkinek. Azt mondta nekünk a nőci, hogy csekkoljuk le ezt a fekete lyukat, minél hamarabb. Ja. A Stellarist azt nem vágom, Shadow Moon. Stellarist ajánlom a népnak, a Game Pass-ba is benne. Az akkor, hogyha az egy 4X játék, akkor... És neked tetszik, Shadow Moon? Az jó. Én nem vágom ezeket. Nem, köntörfal azok, tényleg nem... ismerem ezt a zsánert annyira, nem vágtam bele, hogy így jobban megismerjem. De szívesen kipróbálom, tudjátok, az epikes ingyenes játékokat. Ha a Humankind, akkor Endless Space 2 ugyanazok készítették. Komolyan? Na, hát kikutattuk ezt az Artificial Gravity-t. Jó, és akkor most automatikusan rámegy a következőre? Sokkal komolyabb hajtóműveket és rendszereket tudunk csinálni majd, meg ilyen orbitális, manufakturális technológiákat. 1800 órád van a Stellarisban? Üres ez a szektor, és a felfedező csapat, a kutató csapat, akit elküldtünk, egy előző ismeretlen faj nyomaira bukkant. Úgyhogy szükség lenne erre az univerzális translátor technológiára. Hogyha esetleg belefutnánk néhány nem várt szomszédba. Jó, adjad. Hát nem tudom. Scott, tehát amúgy a 4X-ek ilyenek, Scott, valóban. De azért a Humankind-ba legalább bejutottam addig, hogy az 50. körbe megrépázott az enemy. Itt
azt se tudom, hogy kéne eljutni az 50. körig, úgyhogy hogy effektív legyek, és ne csak a tabot nyomogassam, amíg elkészül egy épület. Na tessék. Például most már azt is látjuk, hogy 12 technológiai fejlődés kell ahhoz, hogy eljussunk az Age of War-ig, amiben valami kell ahhoz, hogy eljutsunk az Age of Ascension-ig is. Na hát akkor, mivel azt kérte tőlünk a játék, hogy legyen univerzális translátorunk, hadd szóljon. Most már ez van, mert ráklikkeltem, tehát hogy most már csinálja egyébként. Az ott a shipyardunk, azt nézzétek, ezt én kértem. Nem lehet valahogy... A bal klikkel lehet mozgatni, ez sokkal kellemesebb, mint a nyilakkal. Tehát itt van ez a shipyard, ezt én csinálom. Éppen épül. Na hát ez legalább jól néz ki. Ez végre az első dolog, ami így igazán tetszik ebben a játékban. Hát ez is tetszene, hogy megnézem itt a bolygót. Éppen üres a kiú, azt mondja. Igen, a starportot szeretném kérni. Oda. Build. És látszólag, na várjunk csak. Vissza. Lehet azt mondani, hogy vissza? Lehet azt mondani. És azt is lehet mondani, hogy rush. És amúgy azt kérte tőlünk egyébként a játék, hogy rásoljunk. Na itt van, hogy mibe kerül. 38 construction costba kerül, és plusz 2 a ship constructionhöz. Jól van. Értem? Érdemesebb YouTube tutoriálokat nézegetni? Na tessék, itt van, 760 kreditbe kerül ez a rás. Itt vannak ilyen notification-ak, amik történtek velünk. A hajónk ott van, nyomja a felfedezősdit. Elerium is van. Nem tudom, épül a Starport. Ja, hogy most épült meg. Akkor az azt jelenti. Aha, most a shipyardot mutatja meg nekünk a játék. Itt is lehet rásbájjal azonnal megépítetni egy hajót. A privát szektor néha kér tőlünk olyat, hogy építsünk hajókat privát expedíciókra. Azért a hajók azért néznek ki valahogy, srácok. Van beam ship, missile ship, mission ship, nem, azok a missionök, meg ilyen favor shipek. Ja, ott van kolónia ship, constructor, scout, explorer, és ott van egy treasure hunt-os mission. A treasure hunt-os mission például 35 körig tart. Minél több szponzora van a shipyardnak, annál gyorsabban csinál a hajót. Okay. Jó. Design ship. Menedzselhetjük, módosíthatjuk és csinálhatunk teljesen új hajó dizájnt. Amúgy ez elég jól néz ki, srácok. Az a dizájnolós része. Úristen! Na figyeljétek!
Ahogy állokolunk új technológiákat, úgy kapunk új dizájnokat, illetve a régieket tudjuk update-elni. Kedvencekhez adhatunk valamit, hogy könnyebb legyen keresni. Wow! Menthetünk el dizájnokat, és később visszanyúlhatunk hozzájuk. Illetve Steamről is lehet ilyen dizájnokat behúzni a játékba. Tehát itt van ő. Halihó, ez nem régebben volt ingyenes Epiken, vagy most megint az lett? Ja, tavaly évelején is ugyanez volt, igen, igen. Na, én akarok egy teljesen újat, de csak nem is akarom megcsinálni, csak meg akarom nézni, hogy milyen. Ha ide nyomok... Aha. Itt vannak a hajók. Animáció. Forgó animáció. Hát itt egy csomó mindent be lehet állítani. Azt nézzétek, ezt én állítottam be. Még azt is be lehet állítani, hogy így forogjon. Hát ez nagyon durva. Te jó ég! Jó, most aláírom, hogy ez hülyén néz ki. Ez hülyén néz ki, amit itt most csináltam. De mennyire részletesen be lehet már állítani ezeket? Ez most nagyon gyönyörű lesz, igen. Vissza lehet vonni? Jó, szerencsére vissza lehet vonni. Igen, érdekesen átklippel minden, persze. Persze. Tehát ez így néz ki alapból. És itt jelenleg kör... De ez azért pörög át mindenem, mert hogy én dizájnolom meg, hogy milyen legyen. Nem. Tehát... A zölddel kell operálni. Ezek csak... Ez így nem fog menni, aha. Hogy ezt lehet, nem is tudjuk megcsinálni. Igen, mert ez mindenféleképpen befele akar mozdulni. Ha a másik irányba meg tudnánk ezt csinálni, hogy mondjuk kifele nyíljon. Szia, Szemansz! Csinálj gyorsabban. A leggyorsabban, aha. Na nézzük. De így nem működik. Hát ez meg béna. És van valami workshop, amit ki lehet venni random animációkat, amiket más 1000 óráig dizájnolt? Igen, igen, kollektíva. Lehet, csak... nem tudom még, hogy, de ezt írta a játék. Lehet ilyet csinálni. Valószínűleg amúgy ezzel a cuccal itt nem tudom megcsinálni azt, amit akarok. Ez bénán néz ki, ez határozottan bénán néz ki. Mondjuk várjatok csak? Na, aha! Na? Nem lehet kijebb hozni egyébként? A
rotáció, motion, mit lehet itt csinálni? Speed. Oké. Okay. Na, szerintem megvan. Szerintem megvan, hogy mit akarunk. Ez. Na. Nem is kell ide ilyen hülyeség. Na, hát ez mennyire jól néz már ki. Mondjuk azt is beállíthatjuk, hogy mennyire csúszon át. Azta. Eddig kell visszahúzni vajon? 2,5 mondjuk. 0,6. Na ez. De jó ég. De valószínűleg ez hülyeség, amit itt most csináltam. Mert mondjuk miért csinálná valaki ilyen rá? Mondjuk ez egy kicsit szolidabb. Hát ez azért... Szia Golden Samurai. Hát ez azért így... Így azért sokkal menőbb. És ez csak annyi, hogy nagyjából 5 vagy nagyon max 10 perce belekezdtünk a dizájnolásba. Hát ez nagyon menő. Na, tehát akkor kilépünk. És el lehet hide-olni, igen, use design, elérhető dizájnok, export, például importálni, nem tudom, hogy hogy lehet. Megnézzük, hogy mit tud ez az export gomb. Na jó, srácok. Nem tudom, erre fel vagytok-e készülve. De lehet az exportálás az úgy működik, hogy lokálba exportálod a dizájnt, és oda tudod adni másnak. Figyelj. Upload to print. Tehát 3D-sen akár ki is nyomtattathatod. Tehát megtervezel egy hajót itt, és meg lesz róla a 3D-s fájl. Elég nagy hangsúlyt fektettek erre a dizájnolásra. Nem. Azt nem tudom, hogy lehet a Steam-eshez hozzáférni. Ja, hát jelenleg ezek a hajók vannak. Ez az Explorer hajónk. Ez a Scout. Ez a Scout amúgy baromi jó. Na, tehát akkor kezdjünk valami újat. Letöltött. Itt vannak a letöltöttek. Hát lehet, hogy letölteni kintről lehet, de látjátok, itt van downloaded, tehát hogy erre van lehetőség. Design mód. A hajótestek. De jó ég. És ezt hogy kell elkezdeni? Hogyha én ezt akarom, semmi. Cargo starter, tiny starter. Ja, látom. Ott jelzi ezeket az infókat. Mennyibe kerül a construction cost? Mekkora a hajó? És a többi statok. Guardian support. Nem tudom. Aha. Ó. Így rakom rá az alapra ezeket a cuccokat. Látjátok?
ilyeneket lehet csinálni. Hát ebbe aztán rengeteg időt lehet ölni, srácok. Nyilván nem is jól raktam oda. Oké. Akkor inkább nyúljunk valami olyasmihez, ami már előre meg van csinálva. A life support, increase ship range. Végtelen az ennedik ilyen idő, csak a design. Ja, de az a durva, hogy megcsinálod a designodat, és a te magad által tervezett hajókkal tudsz játszani. Hiperhajtómű. Hova akarjuk a hiperhajtóművet? Az a kérdés a játéknak. Ügy. Nem tudjuk rárakni? Oda se. Mondjuk nem is tudom, hogy hogy kell rárakni. De ezek az animációk amúgy nagyon jók. Tessék, mozog! Ez az. Mozog így. Amúgy? Amúgy? Nem is rossz. Nem is rossz, srácok. És ez mit csinál? Ah. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Oké. Na figyeljetek. Hopp, nem az X-et akarjuk, hanem az Y-n. Na, azt nézd! Oda nézd! És? Még olyat is lehet állítani, hogy nagyobb legyen. Azt nézd! Ennek semmi értelme, mármint most itt ebben a helyzetben, de állíthatod, hogy szkélelődjön, hogy kisebb vagy nagyobb legyen éppen a cucc, hogy csúszson, mozogjon, illetve forogjon. Ilyet is lehet csinálni. Mi az, amit még nem néztünk? Fegyverzetet például nem tudunk még telepíteni. Itt vannak a modulok. Ez a survey modul, ez már rajta van. Akkor ezek azok, amik installálva vannak. Aha, konkrétan az, ami ott van elől. Stasis field. Ja, azért nem tudjuk rárakni a hiperhajtóművet, mert itt 24/25-ön vagyunk. Na jó, hát akkor én hogyha azt mondom, hogy ezt innen le kell venni, mert nekem nem kell egy... Ops, mégsem. Delete gomb. Már is levettük. Amúgy kapcsoljuk meg ki ezeket a mozgásokat. Hát na, az a helyzet, hogy megnéztük, hogy miket lehet csinálni. Tehát levettük, nem vettük le, akkor mit csináltam? Valamit levettem, srácok, ami pörög, de ez lehet, hogy csak dizájnelem volt. Na, most már rá tudjuk rakni a hiperhajtóművet. Így van. 6/25 és a hiperhajtómű... Nem tudom, mennyibe kerül.
ez 13-ba került, tehát a Drive MOS, aha, tehát a hiperhajtómű mondjuk oda föl tudna kerülni. Hogyha én leveszem. Jelenleg csak ez az egyfajta hiperhajtómű van. Jesszus. Jó. Menő egyébként. Menő egyébként, srácok, hogy miket lehet csinálni a hajókkal. Még nem járunk a tutoriának a végén. Kéne csinálni most valamit? Gondolom, hogy igen. Mert ha megnyomom a tabot, választani kell egy projektet, hogy mi az, amit építsünk. Hát olyan scoutot. Mit szóltok? Legyen ilyen scout. Van itt egy konstruktor. Ó, Starbase-izeket lehet vele építeni. A videó alapján azt hittem, ez egy Imperium Galactica-szerű játék, de nagyon nem. Mármint, hogy mi alapján? Ez egy 4X játék, így ez egy stratégiai játék. Az Imperium Galactica is az, nem? Oké, 6 kör és elkészül a scout. Az Imperium Galactica az RTS simán? Nos, ezt nem vágom. Jó, tehát itt kiadtuk a feladatot. Ott készül a Star Pot. Az Epic-en lévő videójátékról. Megmondom őszintén, nem emlékszem rá, hogy az milyen. Ott készül a technológiában ez a Translator. Hetedik hete 2022, mert 2242-nek. Az emberek boldogságán nem tudom, hogy még hogy tudnék javítani. Itt én nem... Ó, ott látjátok? Ott van a készülő hajónk, a Scout. És lehet itt azt mondani, hogy én akarok egy felfedező hajót is esetleg? És akkor az is meg fogod majd jelenni? Nem, az nem jelenik meg, csak egy hajó jelenik meg benne. Jó. Hát akkor tab. Na, meglett az univerzális translátoros cuccos. Lehet, hogy most már csomó mindent le tudunk majd fordítani. Meg tudunk majd trédelni, illetve interaktálni más civilizációkkal. 4X az Imperium Galactica is? Na, hát akkor jól gondoltam. Jó. Diplomatic Specialization. Hát kollektíva még így is értjük. Így is értjük, hogy mire gondoltál. Xeno Commerce Branch. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Hát Kodai, nem tudom, hogy mit csináltál a Twitch-el, de azt írja ki, hogy most iratkoztál fel a csatornára először. Köszönöm szépen egyébként, csak hogy így mi a manó? Ha minden igaz, Sophie-tól kaptad az első feliratkozásodat, illetve valamelyik nap írta, hogy folytatod az ő feliratkozását, és most meg megosztottad. Hát ez fura.
Mármint, hogy így fura, ahogy miket írogat ki a... Bocsi, csak visszavontam az ajándékot, variálok, próbálom legalábbis, de én saját, hogy szeretnék, és 15-én lejárt volna. Ó, és sikerült megvariálnod, amit meg akartál variálni? Köszönöm szépen egyébként a támogatásodat. Csak fura volt látni ezt az üzenetet, így. Indítottam is egy kántálást, aki esetleg részt akarna venni bennem. ...2015-ös a játék egyébként, de ezt úgyis meg tudjátok nézni, hogy beírjátok a Google-ba, mikor jelent meg a szóköz játékneve, vagy játékneve, szóköz release date, és akkor már is kiadja erre a Google-i a választ. Talán még pontosabb is lesz egyébként, mint én, vagy akár más a chatről. Nagyon szuper. Állókoltuk a Paxton's Emporiumot, az Import-Export Centert, illetve ilyen diplomáciai döntéseket is. Hát ez csodás. Ekonómiai épületek. Ja, szuper. Train Citizen. Na, azt hogyan kell majd megcsinálni? Encounter New Races. Eliminate Drengin Colony. Na, hadd szóljon. Tessék. Jotunheimi Keri Azden. Ez akkor Loki-nak lesz a rokona. És bejövő üzenet a slime-októl. Hát ők már majdnem, hogy slime-ok. Ő itt Raz Spon Erg... Hát jelenleg csereberélni akarnak. Tetszik nekik a hiperhajtóművem. Azt is lehet nekik egyébként mondani, hogy bocsi, de nem tudok túlmenni azon a tényen, hogy úgy nézel ki, mint egy hatalmas gumi medve. Inkább, mint egy zselészörny. Ő meg tök jól vette le ezt a gumibear nevezetű dolgot. Mert hogy a medve az egy hatalmas és erős bestia a szülőbolygónkon. Oké. Meg tudnád mutatni az időt, de a hiperhajtóműveden mutassad. Jó. Hogy micsoda? Szóval az a hajó, az az építőhajó, az tud Starbase-t építeni. Azt nézzétek, figyeljetek. Command Construct Starbase. És a Starbase-t is olyannak állított be, úgy nézhet ki, ahogy te akarod. Jézusom! Hát ez valami brutális. Research Relic. Xeno Archaeology Lab. Túl sok információ, hogy most így
elsőre. Ott van Construct, gondolom valahova föl kéne. Encounter, igen, Citizen. Nem is tudom, hogy hányan vagyunk, de ott már is mutat nekünk. Aha, Research Relic. Starbase, tehát akkor ide kell elküldenünk a konstruktoros hajónkat. 6 kör és elér oda. Oké. De az a helyzet, hogy ezt a... értem. Tehát a Starporthoz kaptuk ezt az építőhajót, ha minden igaz. Helios Ore Extractor. Azt nem is tudom, hogy hol látom jelenleg, hogy ez úgy most mit csinál nekünk. Olcs... igen, igen, hogy 60-ba kerül, Helios Ore-t fogunk kapni. Tehát a Construct Cost az igazából csak az idő, mert itt van egyébként az, hogy mennyit termelünk. És minél több ilyen social constructionünk van, annál gyorsabban épül fel egy épület, mert az épületeknek megadott ára van, ami az idő gyakorlatilag ebben a formában. Hát én azt mondom, hogy én egy ilyet szeretnék. A modest fellowship expands. Praise the sun. Oh, na ja. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat ismételten. Köszi szépen, hogy Leather Taylor. A modest fellowship 30. expands. Praise the sun. Stiffy második, Balázs, Stax és Sour Sugar első napját lehetővé tette, mint feliratkozott a modest fellowship expands. Praise the sun. Peregjenek azok a bizonyos szvegek, srácok, mint Ponajának, illetve az új és visszatérő vadászoknak egyaránt. A modest fellowship expands. Praise the sun. Nekimélyetek a csetet, nagyon szépen köszönöm. Aki esetleg kényelmes, annak jön egy kártárás. A modest fellowship expands. Praise the sun. Köszi szépen még egyszer. Nyomjuk ezt az upgrade-et. Jó. Itt van, itt meg ott a hajónk, és ő meg éppen a fekete lyuk, hogy lyukhoz megy. Azt nézzétek. Így néz ki a fekete lyuk. Így néz ki a fekete lyuk a játékban. Nem tudom. New Citizen. Nagyon értékes erőforrás a Citizen bármilyen civilizációban. Bármivé lehet őket képezni. Mutasd, hogy mit lehet velük csinálni. Köszi szépen a fergetést, illetve a támogatást neked, Konaja. Lehet farmer. Ú, de jól néznek ki. Tudós. És ezeket a citizeneket, ahogy láttam, lehet összeállnolni így hozzárendelni épületekhez. Még kémé is ki lehet őket képezni. Lehet szabotást kérni tőlük majd idegen fajoknál. Legtöbb citizen ad nekünk bónuszt. Elő lehet őket léptetni. Oké.
adminisztrátor, munkás, tudós, jelenleg ez a három lehet, és itt van Carrie Asden. 10 hét múlva fogunk egy újabb lakost kapni. Nem lehet transferálni, és nincsen kémünk jelenleg. Hát... legyen ez az adminisztráció. És akkor haladjunk. Úgy néz ki, hogy a felfedező hajónk ott hagyta a fekete lyukat, őt nem érdekli. A Helios extraktor még készül, de elkészült a scout hajónk, aminek azt mondom, hogy fedezz fel mindent is. Illetve ott van az Explorer hajónk is, annak még 5 kör kell, hogy elkészüljön. Hát ennek mondtam, hogy... Ja, csinálja? Jó, csinálja elvileg? Jól van. Ott épül, ott készül, a technológia történik. Már nyomja is, azt nézzétek milyen sebességgel. Bejövő masszázs. Ez már volt egyszer, nem? Igen, itt mutatja például azt, hogy hogy áll a kapcsolatunk vele, meg hogy hogyan kell trédelni egy idegen fajjal. Mit adunk miért? Egyébként itt a tutoriál, hogyha jól értem, akkor szeretné, hogy kialakítsunk egy barátságot az egyik fajjal, a másikat pedig igázzuk le. Hát itt nem tudom, hogy mit akar tőlünk a játék. Azt sem tudom, hogy hol vannak a haverjaink. Igen, hát ők biztosan ellenségesek, ha már csak ezt megnézitek, srácok. Ők nagyon ellenségesek. Más ideológiákat vallunk. Hát ők meg barátságosak, és egyre jobbak leszünk. Jó. Ha így lehet velük beszélgetni. Nekünk valamiért 11 pontunk van. Szóval akkor ezek szerint jól csináljuk a dolgokat. Egyébként, hogyha nem kérem azt, hogy egy újabb kutatás kezdődjön el, akkor itt jelzi nekünk a játék, hogy tessék szépen elindítani a kutatást. Lehetne már újabb fajta hajókat gyártani. Újabb dizájnokat kaptunk. Space Rocket Weapon System. Az jöhet. Weapon System olyat szeretnénk. Hogy a fenében ne szeretnénk ilyeneket? Jó gombra nyomtam, mert hogy... Ja, igen. Hát persze, hogy jó gombra nyomtuk. Látjátok, ez a négy fajta technológia van. Hát egyértelműen a háborúzás az, amit nyomnunk kell. Ha itt rányomok, akkor ezt már csinálja is. Igen, úgy néz ki, hogy ezt már csinálja is. Jó, hát akkor mehet. Bab! Aztán még egy tab. Hadd szóljon. Saving game.
Közben már április 16 van. Hopp, és elkészült egy újabb hajónk. Te is légy szíves, nyomasd az anomáliák keresését. Ő még mindig nem ért ide, de a következő körben már ide fog érni. Illetve ott van egy artifakt is. Jó. Lehet nekik azt mondani? Ó, nagyon jó. Hát itt már kettes scoutot, speciality shipet is tudunk majd lekérni. Majd. De nincsen antimaterünk. Tehát az az antianyag, ugye? Hát, mi jók vagyunk. Xeno a legjobb szó ezekben a világokban. Vajon ez amúgy is létezik, vagy csak ilyen sci-fi találmány? A kérdés jó. Honaja. Azt mondja, hogy unatkozik a shipyardunk. Ja, hát akkor én szeretnék egy Explorer hajót. Egy M2-eset. Edit sponsor. A Citadel a szponzorunk. Tessék. Xeno idegen görögül. Köszi, Scott, az infót. Tab. Április 30 van már közben. A hajónk meg odaért, legalábbis mindjárt oda fog érni. Az embereinknek vannak ilyen permanens struktúráik az űrben, de semmi ehhez fogható. Amit mondanak. Igen. Hát így néz ki. Elérhető modulok. Mining ring mehet. Starbase Defense System. Hát én egy ilyen archaeology labet is szeretnék. Ja, amúgy meg mindent is szeretnék, köszönöm szépen. Jó, tehát akkor ez kész is van, és ott van, hogy milyen modulok vannak installálva. Hát elég jól néz ki. Xenofóbia létező dolog például, bár nem a földön kívüliekre vonatkozik. Na, tehát az úgy ott van. Oké. Gondolom ez most jó nekem nagyon. Elkezdtünk foglalkozni a katonasággal, úgyhogy most már meg tudjuk védeni majd a területünket, illetve majd meg tudunk támadni másokat is. Generálisokat és a légiót újféle módokon tudjuk majd tanítani. Elkezdtük bányászni, gyűjteni az antianyagot. Illetve Elleriumot is elkezdtünk gyűjteni. És ott van közben a Starbase-ünk a háttérben. Hát ez tök király, hát nagyon jó helyre építettük akkor ezt a Starbase-t, srácok. Ott egy bányászás, ott egy bányászás, ott van egy kapszula, ott egy research relic. Nem is gondoltam, hogy ez nem számít, hogy hova építjük. Hát nyilván számít, de hát én nem gondoltam erre. Azt ott meg lehetne hódítani. Jó. Kutatás.
egyértelműen háborúzás. Planetary Invasion Weapon System. Basic Weapon System, Enhanced Laser, Lézerek, Sparrow Missile, Basic Railgun. Szerintem, hogyha... Ha most ezt megcsináljuk, akkor fel tudjuk majd ruházni a járgányainkat, az űrhajóinkat ezekkel a felszerelésekkel. Ha csak nem tudunk majd itt rögtön ilyen hadihajókat csinálni. Na nézzük, közben itt én ilyen jelentéseket szeretnék olvasgatni. Jelentések? Így. Na, a legtöbb kredit a játékban nem nálam van, de a legnagyobb populáció az enyém. Nagyon szuper. Controllert parsecek száma 44. 37 a Homeworld-höz van kötve. Egy csatát se nyertem meg, de ezzel én vagyok az első, illetve egy csatát se vesztettem el, és így ezzel én vagyok a második. Két hajót már építettünk. Szerintem nagyon jók vagyunk, srácok. Unatkozik a kolóniák, mert hogy éppen nem épül semmi. Hiperűr projekt. Aha. Bank. Plusz egy szint a researchnek. Faktória. Minden építés 5%-kal olcsóbb lesz. Gondolom én. Import-export center. Az jöhet, mert kell egyébként, hogyha szeretnék kereskedni az én kis gumimacimmal. Jó. Következő. Bejövő masszázs. Ajjaj. Itt már az adókról és a rásolásokról van szó, ez nem tetszik nekem. Valami újabb Drengin kolónia jött létre itt a mi szektorunkba, ami egyébként nem éppen jó. Ami nem éppen jó nekünk. Viszont én nem tudom, most azt akar, mit akarsz tőlem, játék? Igen, elkészültek a fegyverzetek. Prototype Guardian, Prototype Bomber, Prototype Assassin és Sniper. Tehát négy fajta ilyen hajót tudunk csinálni. Ezt a combat technikát is szeretném, 10 körig hat tartsom. Hol is vagyunk? Igen, ott vagyunk, hogy újabb hajót szeretnék csinálni. Ott vannak. Ez egy beamship, egy assassin. Ez egy missile ship. Ez egy kinetic ship, hát azt most nem érünk el hozzá, mert az túliumba kerül. A prototype-ot azért tudjuk megcsinálni, mert antimattert már bányászunk. Itt pedig az Elerium az assassinnel. Hol a sniperünk? Sniper. Az átverés volt, srácok. Snipert valójában nem is tudunk csinálni. Nézzétek meg, jól átvertek. Na, mindegy, akkor én egy ilyen assassint szeretnék először. Egy assassin. Ott van, ott a sniper is. Megjelent. Jó, még akkor egy snipert is szeretnék. Aztán egy bombáz... Ja, hogy itt kell lapozni? Prototype bomber. A prototípus valamiért erősebb. Hát akkor ez biztos jó nekem. A sniper, meg gyengúszabb. Hát akkor biztos nem kérünk snipert. Mindegyikből kérünk egy
prototípust, mert a prototípusok jó. No. Legyen. Ez jó pár kör lesz, srácok, még ezek itt elkészülnek, és közben itt mutatja nekünk a játék, hogy Radiás 2 egy Class 12-es bolygót foglalt el, és itt van a hozzátartozó shipyardja is, és már készülnek a hajók. Build new improvement. Nekünk meg ilyet kéne csinálni. Csinálunk ilyen improvementet? Az annak számít, ami most az improvement, hát turizm improvement, úgyhogy valószínűleg számít. Jó, hát akkor következő lépés. Ja, közben itt látjuk, hogy mennyi túliumunk van, antimatter, durantium, research relikünk, helios órunk, és a többi, és a többi. Én akkor ilyen kolonizálást ne csinálatok? Oda akarok valamit csinálni. Extrém kolonizálás kell ahhoz, mert az egy fagyos bolygó, egy fagyos világ. Ott a haverunk. Shrouded. Vele kell majd kereskednünk. Hopp, jajaj. Ott is van antianyag. Hoppácska, eltelt 10 hét. Generális, én szeretnék generálist. Itt van nekünk Fred Boys, baltiai. Hogy ne szeretnék generálist. Generális és adminisztrátor. Nagyon szuper. És lehet promotálni is. De promotálni még nem tudunk. De majd lehet. Jó, készülnek a dolgok, nagyon szuper. Még lett egy explorer hajónk. Keresgéljen. Keresgéljen az... az micsoda ott. Azt nézzétek, hát ő ide csinált egy Starbase-t magának. Hát ez nem tetszik nekem, ő is így gyűjtögeti a dolgokat. Az is lehet, hogy még megtámad. Úgyhogy... úgyhogy, mert lehet, hogy... mi is megtámadjuk már, mint hogy... ha elkészülnek a hajók, akkor nyomunk valami támadást, mit szóltok? Általában az jól szokott elsülni. Legutóbb, amikor egy 4X játékba támadtam, akkor gyakorlatilag kisírtották a birodalmam. Ott készülnek dolgok. Megy a felfedezés. Megy a technológia. A kolonizálós hajó. Szerintem nem tudunk semmit se kolonizálni most. Ajjaj, túl gyorsan mozgok már megint. Bányászni lehet. Az nyersanyag, az a mi hajónk. Oda? Fortuna. A Fortunát meg lehetne hódítani. Azt nézzétek. Hogy invédeljünk egy kolonizált világot, három dolog szükséges, a transport, a légió, oké, és nagyon sok fém. Jó. Hogy állunk most? Technológia jól halad. Micsoda? Acélidegek? Ja. Hát felületesen olvastam akkor ezek szerint. És kaptam hajókat. Frigat? Frigat transport. Transportba? Transport az így jó lesz magától is? Nem tudom, transport.
Troops, vehicles. Aha, hát igen, akkor kellenek troopok, meg vehicle-ök is. Hát szerintem olyan nekem nincsen, de közel hozzuk ezeket a hajókat, mit szóltok. Nem tudom, lehet-e kijelölni. Hát látszólag nem. De semmi gond. Erős idegzet. Köszi, srácok. Bársony. Vagy bárszony. Bár a bársony szerintem a megoldás. Oké. Mehetünk. Na, lett egy asszaszinunk. És készül még egy bombázó. Meg a kolónián közben unatkozik. Egy faktória lehetne. Egy empórium. 50 researchot lehetne kérni. 200 ér. Ami 28 körbe kerül. Bankkal inkább ott lehet növelni. Hát egy jó faktori. Egy jó faktor is kellene majd. Unatkozik a hajó? Védekez. És akkor már is nem unatkozol. Fortuna az egy nagyon jó név lesz az első kolóniáknak, már mint a másodikban. Másodiknak. Meg kell erősítenünk a szektort, és nem kolonizálni mindent, amit csak lehet. Hát igen, amúgy ez az első kolóniánk. Jól gondoltam. Na hát ezt az animációt amúgy még nézném tovább, hogy hogyan készül el a birodalom. Wow, és azok gondolom lemennek a földre. Aha, ez a Fortuna. Hát igen, itt egy kicsit több időbe kerül úgy minden. Hát a shipyard az gondolom fontos itt is. Úgyhogy ezt berakjuk, aztán legyen factory. Aztán legyen más, ez az elevátorosdi. És akkor csinálják. Ideológiai probléma akadt a Fortunán. Ilyen problémák mindig előjönnek a 4X-es játékoknál. Invázió. Katonai akadémia. Jó. Mehet. Rámegyünk a katonásdira. Újjúj. Durantium Prometheon. Aha, tehát amit én már gyűjt, oppecska. Azt vissza lehet vonni? Amit én gyűjtök, azt ő nem tud gyűjteni. Ideológia. Hú, te jó ég. Srácok, én azt gondoltam, hogy megcsináljuk a tutoriált, kerül amibe kerül, de annyi mindent lehetne csinálni ebbe a játékba, legalábbis így, hogy nem a zsánerem ez a 4X-ezés, hogy rengeteg új dolgot mutatott ismét csak ez a műfaj nekem. Most így ennyi idő után, így majdnem 2 óra után, azt tudom mondani, hogy ez a 2015-ös játék rendkívül beszippantó tud lenni, hogyha szimpatikus számodra, vagy számotokra az, hogy
hogy kint vagy az űrbe, és a saját űrhajóiddal, amit te tervezhetsz meg, nagyon precízen, nagyon pontosan, a te bázisaiddal, amit szintén te tervezhetsz meg, meghódíthatod, és uralhatod a galaxist. Itt most igazából lényegtelen, hogy hogy néz ki a játék, mert hát 2015-ös, tehát hogyha ez egy 2021-es vagy 2022-es játék lenne, nyilván sokkal-sokkal szebb lenne. Egyébként is jön a Galactic Civilization 4, amihez egyébként kérhettek hozzáférést, alfa hozzáférést, és ezt megnézhetitek, hogy milyen. De így, hogy ingyen ezt most odaadta nekünk az Epic, így szerintem teljesen jó. Valószínűleg, sőt biztos, hogy ez egy nagyon durva réteg játék. Ilyen te 4X lesz a neved ezentől. Nem. Ez a műfaj, ez tőlem távol marad örökre. De jó volt meglesni, és képzeljétek el, hogy abszolút pozitívan csalódtam benne, mert nem gondoltam, hogy én egy 20 percnél is többet bírnék ezzel játszani. De megmondom őszintén, hogy belopta magát a szívembe ez a játék azzal, hogy saját űrhajót, saját flottát és bázisokat dizájnolhatok. Ebből a szempontból nagyon zsír. Az meg, hogy 4X, az nem nekem való. Úgyhogy ennyit erről a játékról. Bemutatom nektek, hogy mi lesz a köve... Ja, bocsánat. Azt nem mondtam, de ennek a játéknak egyébként vannak kiegészítői, vagyis inkább úgy mondom, hogy DLC-i. Pontosabban 17 DLC-je van. Megcuccok. Újabb világok, újabb fajok. Újabb fajta küldetések. Vannak ingyenes DLC-k egyébként. Újabb pályák. Soundtrackjét is meg lehet venni, akit érdekel. 2020. május 12-én adták ki az utolsó DLC-t, ha jól látom. Így van. Ami mondjuk fizetős és 4 euróba kerül. A világok... Ilyen új world eventek, úgyhogy foglalkoznak ezzel a játékkal, ahogy látom. Megéri foglalkozni a kiadónak ezzel a játékkal. Jó. Mutatom nektek akkor, hogy mi az, ami jövő héten jön, ha betölt nekünk a Epic Launcher természetesen. Nos, itt van. A jövő heti, azaz a 20-án 5 órától begyűjthető játék a Relicta lesz. Nem tudom, mi fánterem ez a játék. Ezt ki lehet nagyítani? Nem.
Érdekes ez a 360p-s videó, amit itt az Epic, ami így az Epicre fel van töltve. Ez ilyen Satis Factory-szerű játszi ezek szerint. First Person Explorer Subnautica szerűségű. Egyébként a Subnautica volt az első, ami így beugrott. Scott. Ó. Értem. Tehát ez egy játék, ami 2020 augusztusában jelent meg. Nem is hallottam róla, basszus. Szóval ez egy First Person Explorer Subnautica szerűségű játék. Logikai feladatokkal. Nem hangzik amúgy rosszul. Nem hangzik amúgy rosszul. Ez közelebb áll azért hozzá, mint mint a mostani. Puzzle játék. Ó! Sandra Béz titkait fogjuk felfedni. Szóval ez egy puzzle-ös játék. Érdekes. Érdekes mindenféleképp. Látványosnak látványos. Úgyhogy legközelebbi Epic ingyenes streamben ezzel fogunk találkozni. Remélem, hogy tetszett nektek a mai adag.